Na sziasztok, itt vagyunk a Super Sim Judge következő részébe, és amit látom, menni kell dolgozni, de nem megy. Miért nem megy? Megint bogarat látok. Oké, akkor mi lenne, hogyha keményen dolgoznál, és gyakorolja a bár trükköket? Hát, nem is tudom, hogy melyik lesz neked jobb. De gyorsan vége lett a munkának. Hát nem igazán boldog. Amanda viszont az jutott eszembe, hogy azt fogom csinálni, mert hogy ugye nem haladunk ezekkel, és össze-visszaság van az egész rendszerbe. Ezt megcsinálom még, ezt a régészeti, adjon elő sikeres régészeti jártasságot, de esek lefektetem aludni, ilyen aludni. És utána szépen sorba elkezdem most már építgetni az életcéljára, fogok rávenni, utána átmegyek a gyűjtögetésre, illetve közben ugye a munkára. Ú, és nem soká föl fog itt is menni. Hanyadik lesz amúgy? Negyedik, ú, de jó. Na most hol tettem? Na most mire akkor meg... Képzeljétek, ha egy kicsi, egy icipici valami meggyűrődik a mi az a egerem alatt, akkor tutira nem megy föl. De egyébként az jutott eszembe, hogy van neked, és ezzel fölmegy a varázslat szinted is. Ha jól tudom, van még neked ilyen... Nem ez? Ez az. Ez mi? Dinók kontra UFO. Hát mi írt? Az ő írta. De... Tedd vissza, most nem kell neked enned, mert jó vagy. És nem ugrott ilyenkor? Kár. Jó. Akkor hogy is? Aha. Gyere ide. Langrábbal összebarátkozol. Gyere. Az a szép téli időszakban. Amúgy tök jól néz ki. Na, ne szórakozz. Elment? Ja, itt van, csak én mentem el arrébb. Oké, és ó, és vele jóba is van egyből. Mesélj el egy az aranytóról neki. Ó, kicsit fázik. Das Mikos Karenzi. Funcil bratsa, spapam, binkapa. Hát, ezzel a meséléssel nekünk nincs szerencsénk. Na, akkor gyere át ide. Állj, te most. Na. Ha ő nem jó, akkor a másik. Nem baj. Ó, ő meg művészetimádó, kreatív. Na, te mesélj egy emberről. De egyébként ezt kell csináljuk? Régészeti előadást tartsd. Ott volt! Ott volt! Ja igen, betettem modokat, mert amúgy én unom a játékokat, úgyhogy vannak benne megint ez a SimTorrent, úgyhogy az Armageddon tettem vele, ezt a kettőt én nagyon szeretem. Nagyon sok mindent lehet vele csinálni, ugye a SimTorrent csinálja azt, amikor elüti az autó a Simet. De most ilyet nem csinálunk, de azért is mertem beletenni. Mert nem, nem zavarja meg azt a, azokat a játékokat, vagy azokat a kihívásokat, amit be nem lehet mondjuk így nagyon használni, mint például ebbe se igazán. Ó, de jó, és megvan.
Húz, de mi védnök lettünk. De jó, adományozhatunk tárgyakat egy múzeumnak. Hát ez annyira hasznos egyébként, ezt nézzük már meg tényleg, ezt mindig megszoktam. Igen, gondoltam, hogy az is följebb megy. A palotamágnás. Aha. Hát ott lenne még. Hát csak nincs annyi pénzünk jelenleg. Na szóval, az ott eszem, hogy kezdjük előről. Állatok. Egy házi állatnak kell lenni. Öt házi állat. Hát akkor legyen ez most, már úgyis itt tartunk. Fitnesség. Akkor, ja, meg mikor kell menni dolgozni, azt nem tudom. 3 nap múlva, szuper. Na, akkor gyere, fitnessezzél. És akkor ehhez kell, ha jól tudom, ezt használni. Gyere. Hogy most már azért kezdjük el. Nem is figyeltem, hogy izével jött. Seprűvel. De jó. Hát bocs, ezt így fel fogom tekerni, mert gondolom ti se akarjátok ezt lassúba megnézni. És is vagyunk? Erőnlét a 8-as színnél vagyunk. Oké, akkor még dolgoznia kell. Kíváncsi leszek, hogy meddig tud ezzel a kajálással együtt egyébként edzeni. Még soká, 22 nap múlva lesz öreg. Akkor még bőven van idő. Ó, és ott meg vannak halacskák, de jó. A legmagasabb erőnlétet elérte. Ó, de jó. Mondom én, mondom én. Várjál csak. Van neked olyanod, hogy ha jól tudom, ilyen potion pontos. Igen. Idd meg. Jó, és most teljes erővel edzés. Ó, és közben ott is elértünk egy szintet. Mondjuk ne lesz Amiskás népmesét, ez tök jó. Ez, hát vele már nem hiszem, hogy találkozni fogunk. És jobb, ha ezt így inkább igen. Lépjen szintet erőnlétbe. Erre most ráhúzunk ezt a 3 napot, rátesszük erre, mennyi van még? 2 napot arra, hogy elérd. De akkor végül is nem izzasztó futás is csinált. Lehet, hogy abban jobban fölmenne, vagy ezzel gyorsabban. Az a baj, itt meg nem látom, hogy hol tart. Úgy eléri a 9-et. Igen. És már csak egy van. Na, ez lesz a legnehezebb. Ezt tudni nem lesz könnyű megvalósítani, de azért ezt most rászánjuk, ezt az időszakot. Lehet, hogy majd izomláza lesz, és akkor nem tudom, 15 óráig, vagy addig nem lehet majd. Ja, igen, és tényleg ő meg is van átkozva, jól tudom, igen, itt van egy átok, és úgy tudom, hogy nem, és elmegy számítógépezni. Ácsi. Szóval, hogy van itt egy olyan ital, és mindjárt ki is próbálom, hogy ezt kifejezetten arra adták, ez a... Igen, az összes negatív hangulat. Legalábbis gondolom, hogy vagy nem ez, lehet, hogy nem jó. Lehet, hogy nem jó. Na mindegy, kipróbáljuk. Idd meg. A szőnyeget az folyamatosan rakosgatom arrébb. Utálom, mikor mindig a számítógéphez megy. Na. Hát nem. Tehát akkor nem azt kell megvenni, ne azt vegyétek meg. Akkor mindjárt nézzük valamit mást. Ez a fiatalság. Hát akkor nem az volt. Akkor. Ez az. Gondolom, ez a Potion of Glory.
Na, ezt itt meg. Na? Igen. Ó, de jó. Ezt mikor egyik szememmel játszottam, akkor már rájöttem, hogy hoppá, hát ezt eltűnik ezzel, és utána mondom, miért is nem jutott ez eszembe? Na mindegy. Szuper. Akkor irány vissza, nem izzasztó futással. Lehet kitartó futás kellett volna. Ó, itt van Caliente. Nem is néztem meg, hogy testvérek vagy nem, mert azóta sem léptem be, egyébként nem Sims 2-ztem. Annyira nem érdekel, mint ahogy gondoltam, csak néha egy darabig. Hát csak nyugodtan beszélgessetek itt. Fú, itt meg majd. Új. Újra tudjuk éleszteni? Hát akarjuk mi ezt? És hogy éleszti újra? De jó. Gondoskodunk az állatokról. Jó, és kitartó futást teszek, és akkor hátra nem fog már utána. Már nem sok van, ez ki kell, hogy valahogy bírjad. Ja, az nem az volt, az más. Azt hittem, a kertészkedésé volt. Azért ez tök pofátlansággal ilyen, hogy te itt járkálsz a lakásunkba, megeszed a kajánkat. Borzasztó, ez így... Hát, köszi. Nagyon rendes vagy. Nagyon jó barát vagy. Amúgy azt gondolkoztam már, hogy nincs egy olyan, amivel megkönnyíthetnénk az előbbre jutását. A hideget az bírja, akkor majd a meleget is fogja. Ezt is beváltjuk. Nagy mesemondó, nem. Egy potion pontot, vagy egy potiont, ezt megveszem, mert azt majd megitatom vele. Fú, bírja a tüzet meg a jeget? Oké. Bírja a tüzet meg a jeget. Nagyon jó. Van még? Vagy most ő 850 pont. Aha. Gyors takarító. Hát, vegyük meg azt is. Oké. Végül is majdnem mindennek meg kell lennünk, úgyhogy most már nagyon sok mindene van neki. Most mentél, menjél is innen. Ó, mennyi minden van. Hát mondom én. Fú, nagyon beindult a havazás, nem tudom, hogy ez hogy fogja túlélni itt kint. De szerintem én most ezt így... Így. Tudod mi, gyere ide be. Menj ide. Lehet, hogy be kéne vigyem. Nem is, elviszem. Elmegyünk, utazás. Jó, és akkor elmegyünk egy... Imádom ezt, annyira imádom, amikor így mennek, ez annyira jó. Szóval elhiszem egy edzőterembe. És akkor ott még elérjük azt a kihívást. Hősies edzés. Most nézzük, hogy ezzel talán lehet gyorsabban megy föl. Nem tudom. Tehát most ezt nézegetem, hogy még lenne az, amivel a leggyorsabban föl tudnánk vinni a utolsót. Amíg edz, addig itten körbenézek. Ó, de jó.
Tehát meg lehetne korcsolyázni, de most biztos ebben a hidegben nem fog. Na, korcsolyázni. Igazából olyan szét se lehet nézni, mert nem látunk semmit. A csávó folyamatosan szurkol neki itt. Köszi. Lehet, hogy ez most az így beindult, úgyhogy ez fel fog menni. Edzés betekintése. Amanda a mentorától kapott minden tippet, egyre többet képes futni. Ő egy edző? Aha, ez egy tréner. Ó, ezt nem is tudtam, hogy egy trénert fogadunk, akkor gyorsabban megy föl. És bekapcsolja. A szórakozásodnak nem kéne, hogy följebb menjen. Te ne a tévére koncentrálj, hanem koncentrálj, hogy a végén vagy, és már nem sok van, hogy bírt még ki, légy szíves. Valahogy bírt ki. Közben elmegy. Mindegy, akkor nem kérjük. Ne mentoráljon. És akkor mindjárt az utolsó pillanatok vannak, kérem szépen, és mindjárt. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Akkor ebben a részben már két életcélt is ki tudtunk magunknak maxolni. Tök jó. Na hát, így kell ezzel haladni. Mi történt? Hoppá. Jó, most jó, ne gyere ki, ne add föl, ne! Egy haláleset szemtanúja, nem! Igen, sajnálom. Megfagytak. Hát... És még egy. Na jó, van, tudod mit? Akkor te jobb, hogyha inkább hazamész. És nem mehet haza, fogadjunk, gondoltam. Még egyszer kitart. Nem menj oda! Ne, kérlek, nehogy itt meghalj nekem. Te menjél vissza. Már csak egy kicsit kell menni, aztán... És nem, és még mindig. Gyere vissza! És... De miért nem itt me... Ja, mert ott nem tud tőle bemenni. És a halálta, miért nem végzed a dolgodat? Na, nem sok van. Tarts ki! Igen, és megvan! És egy gyors mentést kérem szépen, mert különben itt... Ja, nem tudok menteni. Ó, de jó. Jöhet az új életcél. Ez is megvan. Az állatokat gondoltam... Legyen állat 12 állatnak, de... Egy házi állatnak kell lenni. Hát végül is akkor menjünk sorba, mert kreativitás. Jó, menjünk. Akkor menjünk sorba. Akkor az állatos lesz a következő kihívás. Jó. Jó, most már abbahagyhatod. És most nem mehetünk addig haza? Míg a halál ezt el nem intézi? Szerintem most a halál azt várja, hogy az én szívem is ide jöjjön, és...
Nem tudom. Már igazából... Fogalmam sincs, hogy mire vár a halál. De lehet, hogy az én szívemre vár a lélekfaló. Posztá... Kaszás. Lélekfaló. Most azon gondolkodok, mit csinálják, hogy ez így abban maradjon. Mindjárt tör... Na? Konkrétan nem csinál a halál semmit. És így nem is tudok hazamenni. Don Lotario az egyik. Na, most már az én szívem is sír, úgyhogy remélem a kaszás most már csinál valamit. És nincs nálunk semmi. Na, még egy. Igen. Hát, ez van ez így, hogy így egy kicsit... Nem, még nem lehet esteken, de... Hát, gyerekek, nem tudom, mi lesz. Abban reménykedek, hogy elmegy dolgozni. Ó, tudjátok, hogy hogy lehet. Vagy nem tudom, hogy lehet-e. Ez az. Ó, remélem, hogy ezzel át tudunk innen menni. Igen! Fú, ezt soha nem fogom odaadni. Így legalább sikerült ide jutnunk. Jó, de akkor, ha már itt vagyunk, akkor mi lenne, hogyha a varázslást tennénk ide addig? Az a tanulásnál van. Öt különböző varázslást kéne megtanulni, vagy még négyet kéne, bocsánat, még négyet kéne megtanulni, úgyhogy... egy kicsit még ezzel foglalkozunk, és akkor utána szerintem majd ezzel lesz vége, de gondolom sokat fog vágni, úgyhogy ó, és kapott. Oké, varázslást is. Nagyszerű. Mit kell még csinálnunk? És a ranglistán az ötös helyre kell elérjünk, úgyhogy egy kicsit... tréningeltessenek. Ja igen, most amúgy szomorú lesz 8 órán keresztül, hát persze. Mert nem tudom egyébként, mi lettek ott a sok halottal, hogyha majd egyszer visszamegyünk, de nem mostanában. Sőt, ha már itt vagyunk, utána, ha ezt letréningelték, akkor jó lenne, hogyha kocsvalnánk olyan kocsvasztót, tudjátok, olyan, ha van valahol egy szabad üst. Itt is van, aha, van. Repulsion. És mi... Jaj. Igen, mert alma kell hozzá. Most, és itt valahol van is alma, ha jól tudom. Na, ide kell menjünk, mert azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor itt lenni kell egy ilyen almafának. Ez cseresznyefa. Itt az almafa.
Pont nincs rajta alma. De jó. Jó, akkor várjál. Akkor tudsz még nekünk adni valamit, vagy te már nem. De ez még azért megkérdezzük. Bocs, hogy leállítottam, de... Aha, még tudna adni nekünk egy receptet, úgyhogy azt még kérünk. És... Megkeresem a másikat. Őt. Oké. Milyen könyvet hagytak ott? Ha kezd most már nagyon fáradt lenni. Oké, köszi. Kérünk varázslást. És kaptunk. De jó. Csak fújni. Nem is nagyon beszélgettünk vele. Akkor igen, meg van 8-as, tanítson meg egy receptre. Ó! Meg tudunk duplázni. Jó, és akkor még nem annyira álmos, akkor ide is lemegyünk. Mégis maga is csinálhatná, de szerintem azt hiszem, hogy úgy a legnehezebb. Ad. Valamit ad. Lehet, hogy posson, nem? Tréningeltesd akkor egy kicsit. 9. Most csak egy kéne. Hát lehet, hogy éppen most nem valami jó tréningezős. Még egy varázslást kéne valakitől kicsikarni. Mennyi van még az energiájából? 16 perc. Na jó, van, akkor tudod, mit? Annyi erőd van még, hogy hazamenjél. Mert úgy se ad neked semmit szerintem. Megnézem még egyszer azért, de mielőtt elmész. Hát potion, te. Most az nekünk nem kell. Jó, de akkor ezt a részét hagyom abba. Köszönöm szépen, ezt a részt megnéztetek, és akkor találkozunk a következő résznél. Sziasztok!